Köszöntöm a szubjektív nézőit. Kallós Zoltán külhoni magyar ságérdíjban részesítette a magyar állam a Szajáni Ady Endre Magyar Művelődési Egyesületet. Kallós Zoltán egy erdélyi néprajzkutató, népzenegyűjtő volt, a róla elnevezett elismeréssel pedig a külhoni magyar ságértett áldozatos tevékenységet díjazzák. Itt van velem az újvidéki stúdióban Benyószki Sára, a Szajáni Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület elnöke. Üdvözlöm a műsorban és gratulálok az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, én is üdvözlöm. Mit lehet elmondani az Egyesületről, tehát mielőtt még kitérünk arra, hogy miért is kapták ezt a díjat, mióta működik az Egyesület, milyen programokat szerveznek, hány tagjuk van? Az Egyesületünk 1948-ban lett regisztrálva, akkor alakult meg. A kulturális élet nem akkor kezdődött, de az Ady Endre Művelődési Egyesület akkor alakult. Hát ugye mindig voltak nehézségek a munkába, de én gondolom, hogy ott elejében az volt a jó, hogy többen voltak, hogy most állandóan fogyunk, kevesebben vagyunk, de azért még mindig akad a faluba, aki tenni akar, akinek érdeke a magyarság és a magyar kultúra, magyar hagyománynak a megmaradása. Az idén 26. alkalommal szerveztük az Észak-Bánáti Arató ünnepséget. Itt is a hagyományokat akarjuk fenntartani. Nagyon örülök és nagyon büszkén mondom azt, hogy az idén két fiatal csapatunk volt, tehát akkor a célunkat elértük. Igaz, hogy azok, akik kezdték az zaratást, azok a csapatnak a tagjai, sajnos nagyon sokan nincsenek köztünk, de úgy látszik, hogy jó tanítók voltak, mert megtanítottak bennünket kitartóak lenni, megbecsülni a munkát, és az idén két fiatal csapatunk volt. Az Észak-Bánáti Népzene Néptánctábort az idén 6. alkalommal szerveztük meg. Erre is nagyon büszke vagyok. Vannak néptáncosaink ennek köszönhetőleg. Van két csapatunk. A Szent István napi rendezvényünket most szombaton rendeztük, az 7. alkalommal. Itt ez jobban olyan családias napnak gondoltuk el, és sikeres is, mert a legkisebbektől a legidősebbig mindenki megtalálja a szórakozást ezen a napon. Ön szerint mivel érdemelte ki az Egyesület ezt az elismerést, illetve hogyan fogadták ezt a díjat? Hát mi nagyon, nagyon boldogok voltunk, és ez egy nem is lehet szavakba önteni, hogy milyen érzés, amikor a Vajdasági Magyar Szövetségből fölhívott a titkárnő, hogy az adatokat küldjem el az Egyesületről, meg hogy mivel foglalkozik, mióta működik, mert Egyesületünk lesz felajánlva a Kallós Zoltán díjra. Hát én mondtam a vezetőségi tagoknak, úgy nem is akartuk elhinni, és amikor megkaptuk az értesítést, hogy igenis megkaptuk, hát az egy nagyon nagy boldogság volt. Szerintem azzal érdemeltük ki, mert már kétszer házigazdái voltunk a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozójának 2014-ben, meg 2024-ben. Előbb lett volna, ugye közben játszott a Covid és meg minden. A néptánc csoportunk, a Cifra kétszer jelen volt a Gyöngyösbokrétán, tehát rangosabb rendezvényeken is részt tudunk venni. Igaz, hogy sok idő elmúlt, addig, sok időnek el kellett múlni, hogy ilyen rangos rendezvényekre is el tudjunk jutni, meg házigazdák is tudjunk lenni. Ezzel az elismeréssel pénzjutalom is jár. Mire szeretnék fordítani ezt a pénzösszeget, amit kapnak? Hát mi már beszélgettünk a vezetőségi gyűlésen, csak akkor nem voltunk mindannyian ott. Hát szeretnénk egy
házat vásárolni rajta, ami az Egyesület tulajdona volna, székház, meg egybe vendégház, mert ezeknek a külföldi vendégeinknek, meg akik részt vesznek a műsorban, nem tudunk biztosítani szállást. Mi meg mindig kapunk, ha valahova megyünk. Kik tagosodnak az Önök Egyesületébe? Tehát kiket szoktak meghívni, vagy egyáltalán van-e valami kritérium, ami szerint tagosodni lehet az Egyesülethez? Nincs kritérium. Mi tárkarokkal várunk minden olyan tagot, aki valamit akar tenni a közösségért és a magyarságunk megmaradása érdekébe. Na, arra fölfigyeltem, hogy azok az emberek, akiknek ugye a gyökerei is visszanyúlnak ide az Adiba, vagy más civil szervezetekbe, azok többen vannak, meg azok mindenütt tevékenykednek, tehát minden egyes civil szervezetben aktívak, és bennük van a tenni akarás. Az, aki nem, az nem, tehát kényszerrel nem lehet senkit ráhajtani. Az itt a szívben, lélekbe kell, hogy legyen. Szóval egy kis település, kevés emberrel majd így fogalmazok, de annál családiasabb hangulattal, legalábbis nekem az volt a tapasztalatom, amikor ott jártam. Hogyan néznek ki azok az időszakok, amikor nincs épp egy rendezvény, vagy nem lépnek fel egy rendezvényen? Tehát az Egyesület az mennyire aktív ilyenkor, mennyire találkoznak egy teremben akár, ugye? Tehát milyen saját programok vannak, amikkel az időt eltöltik? Mi szoktunk ilyen alkalmi rendezvényeket is szervezni. Magyar Kultúra Napja március 15-e, most a két hete láttuk vendégül a budapesti amatőr színjátszókat, tehát mi helyet adunk mindig azoknak, akik be akarnak nálunk mutatkozni. A munka folyamatosan megy. Lehet, hogy kívülről nem látszik, de nálunk minden héten van néptánc próba. A két csapattal muszáj próbákat tartani, mert az, hogy egy rendezvényt megszervezünk, meg mellé egy kultúrműsort, az mögött nagyon sok munka van, ami kívülről nem látszik. És az általában szabadidőt igénylő hát igen, ez munka, tehát a szabadidőben végzik ezeket a feladatokat valószínűleg. Igen, mindenki a szabadidejében végzi, én is, mint az Egyesületnek az elnöke, meg a tagok is. Egyedül az oktatókat szoktuk fizetni, mert ugye igyekszünk arra, hogy amire nem vagyunk hivatottak, vagy amihez nem értünk, nem a szakmánk, ott kérünk segítséget, meg angazsálunk hozzáértő személyeket. Itt kiemelném, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igyekszik segítségünkre lenni, mert bármilyen szakmai segítséggel kérünk tőlük, hozzájuk fordulunk, igyekszenek segíteni, vagy ajánlani, hogy kik legyenek az oktatók, vagy hogy is lehetne megoldani az ilyen dolgokat. Ha a korosztályokról beszélünk, inkább a fiatalabb, vagy inkább az idősebb generáció képezik az Egyesület nagyobb részét? Én azt mondom, hogy egyformán. Mert az óvodáskortól, a gyerekektől kezdve, akik a néptáncsoportnak a tagja, ugye az elemi iskolások, a középiskolások, meg a fölnőttek, mert ugye a szülők is itt vannak, nagyszülők, van ahonnan még a dédszülő is. Tehát egyformán vannak tagok, gyerekektől az idősekig. Sőt, a gyerekeknél az a gond, hogy ők míg az elemi iskolát be nem fejezik, mert nálunk 8 osztályban, addig ott vannak. Utána, amikor a középiskolába szétmennek, akkor már kevesebbet lehet rájuk számítani, mert egyszerűen az idejük, nincs nekik idejük. Említette, hogy például az Amatőr Színjátszók Fesztiválját többször is megszervezték. Hogyan néz ki ilyenkor
az az időszak, amikor szervezik ezeket az eseményeket? Tehát miből áll naponta, vagy hetente találkoznak? Milyen hangulatban telik el egy ilyen készülődés? Hát mindenki lázba ég, mindenki igyekszik a maximumot adni magából, mert ez egy nagy esemény a faluba, és azt akarjuk, hogy minél jobb házigazdák legyünk, minden embernek tetszen maga a fogadás, maga a településünk, hogy visszavágjon még oda, hogy örömmel jöjjön vissza Szajánba. És amikor elmúlt, tudom az első is, amikor az utolsó személygépkocsi is elment a parkolóból, akkor olyan üres lett minden, olyan úgy valami hiányzott, mert 10 napig folyton minden este volt előadás, ott voltunk, és egyszerűen megszoktuk, és 10 nap után minden olyan kopár, olyan üres lett. Hova szoktak leginkább vendégségbe elmenni? Tehát hova hívják önöket a legtöbb esetben? Milyen eseményekre, milyen településekre? Hát a környező településekre szoktunk legtöbbet elmenni. Addig, míg a színjátszó csoportunk aktív volt, mert ott ugye a fiatalasszonyoknak kisgyerekeik vannak, most jelenleg nincs színjátszó csoportunk, de abban az időben. Hát mi az egész Vajdaságot bejártuk, mert szívesen látták a darabokat, amit előadott a színjátszó csoportunk. Sőt, a határokon túl is. Nekünk Árpádhalom a testvérfalunk, testvértelepülésünk, ahol szinte minden évben ott vagyunk, vagy tánccal, vagy kórussal. Tehát a falunapon részt veszünk a kulturális műsorban, és ők is itt vannak nálunk. A Rákóczi falvai Kuruc Hagyományőrző Egyesülettel már több mint 20 éves kapcsolatunk van. Ők is itt vannak a rendezvényeinken, mi is az övékén, sőt, nekünk egy fafaragunk, kopjafát faragott ott Rákóczi falván, ami az önkormányzat előtt fő van állítva. A március 15-ét szoktuk általában együtt ünnepelni, akkor szoktak itt lenni, mert ők ugye Kóczi Ferenc fejedelmének is az évfordulója akkor már. A Zorci Hajdina hagyományápoló és szabadidős egyesületnek szintén testvér egyesülete vagyunk. Ez 2014-ben lett fölvéve a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszó találkozójának a megnyitóján írtuk alá. Velük szintén minden évben találkozunk. A gyerekeink már több mint 20 éve együtt nőttek fel, mert ők egy 3 napos nomádtábort szoktak szervezni, ahol a mi gyerekeink ott vannak, a táncosaink legfőképp, és arató ünnepség alkalmával ők is itt szoktak lenni nálunk 3 napot, meg a megnyitón a gyerekek, az ő gyerekeik föllépnek a megnyitón, és ez egy olyan fantasztikus barátság, egy olyan fantasztikus kapcsolat, ami szerintem örökké tartani fog, mert ugyanúgy a személyi kapcsolat is, mint az egyesületek közti kapcsolat megvan. Tehát akkor én úgy látom, hogy önök szívesen is fogadnak vendégeket, de szívesen is fogadják önöket, mint vendégeket más településeken. 75 éves az egyesület. Mennyi munkával jár a működtetése? Gondolok itt az ön feladatköreire. Mennyi időt tud erre szánni, és kihívása inkább ez, vagy pedig élvezet vezetni egy ilyen egyesületet? Tudja, én már nagyon régóta vagyok az egyesületnek az elnöke, ott a 2001 óta. Akkor, mikor én lettem az egyesület elnöke, sajnos nem volt még
nem volt még színháztermünk se, ezt mondhatom, mert a régi művelődési ház már olyan állapotban volt, hogy ott nem lehetett rendezvényeket a színpadon tartani, az új meg még nem volt kész. Rengeteg pályázatot írtam, mind a falu fejlesztési csoportjának a tagja, az amerikai fejlesztési alap a demokráciáért, akkor ők itt voltak jelen azokon a településeken, ahol demokratikus volt a kormány, és feléjük rengeteg pályázat lett írva, 25%-át a város át, a többit ők. Így be tudtuk fejezni a művelődési házunkat, be tudtuk rendezni, mert asztalokat, padokat vettünk, a zöldözőket, függönyöket a színpadra, a színpadnak a plafonja meg lett csinálva, és 2005-ben elkaptuk a használati engedélyt, mert addig nem is volt az épületre használati engedély. 2005-ben egy nagy rendezvényt szerveztünk, és annak a keretibe lett átadva az épület. Én szeretem csinálni, meg egy kicsit úgy is érzem, mintha a gyerekem lenne, mintha én neveltem volna, és annyira úgy vigyázok rá, azóta is a pályázatokat én szoktam írni, a szervezésekkel foglalkozok, most már 4 unokám ott van. Én nekem a szüleim is az egyesületnek a tagjai voltak, én is, a fiaim, most a 4 unokám ott van, és úgy érzem, hogy érdemes. Érdemes ezeké a fiataloké, meg amikor van egy-egy rendezvény, és 20 páran vannak a színpadon, minden korosztály, akkor ott még érdemes dolgozni. Ott még van értelme. És ezt nem lehet pénzzel megfizetni, ezt nem is lehet valakit ráhajtani. Ezt szeretni kell, és úgy lehet csinálni. Mindenféleképp. Kik azok, akik leginkább támogatják az önök tevékenységét, illetve, hogy így fogalmazzak, elengedik az önök sorsát, tehát a fennmaradását az egyesületnek? Mondjuk egy nagyobb esemény megszervezése az ugye nem csak fizikai, hanem ugye anyagi vonatkozásban is egy kihívást jelenthet. Kikre tudnak számítani, hogy így fogalmazzak? Igen, mi pályázni szoktunk a Szajáni helyi közösség önkormányzatához egy-egy rendezvénynek a támogatására. A kikint a városhoz szoktunk pályázatot írni, vagyis szoktam, a tartományi titkársághoz, az oktatásügyi, igen, ahol van kulturális titkársághoz pályázatokat írni, határon túl az anyaországba, Bethlen Gábor alapítványhoz, a Csóri Sándor alapítványhoz, és ezeknek köszönve tudunk fennmaradni, és ezeknek köszönve tudjuk ma felvenni a versenyt bárkivel. Mert most már van hangosításunk normális, van fénytechnikánk, vannak népviseleteink olyanok, ami kell, ami megfelelő. Mert amíg az nem volt, addig nem tudtuk felvenni a versenyt. Nagy örömmel mondom, hogy most amennyibe sikerül a pályázatot megnyernünk a Csóri Sándornál, citera csoportunk is lesz újra, mert tudunk citerákat vásárolni, és nem csak vásárolni, hanem fizetni az oktatót is, hogy legyen, aki a csoporttal foglalkozik. Leánykórust akarunk szervezni, mert sajnos az asszonykórusunk már nem létezik, mert lebetegedtek, meg meghaltak azok, akik a tagjai voltak, és nincs asszonykórusunk. Bizonyos formában már meg is válaszolta a következő kérdésemet, ami az lenne, hogyan látja az egyesület jövőjét?
akár a közeljövőt, akár pedig egy későbbi időszakot? Hát én úgy látom, hogy amíg lesznek tenni akaró emberek, meg amíg lesznek támogatók, addig az Egyesület működni fog. Ezt a 75 évet, amit elődeink létrehoztak, ezt nem szabad abba hagyni, hanem csinálni kell, mert ők nagyon jó tanítók voltak a számunkra. Mi, ha ez az Egyesület nem marad meg, akkor mi azt jelenti, hogy mi nem voltunk jó tanítók. Mi nem tudtunk jó példát mutatni a fiatalabb generációnak. Benyúszki Sárának köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet.